Spring a 365, végre itt a hó, ezt láttuk már nagyon Gézával, oda dobom, hogy páink. És most a egyik kedvenc kis szakaszomat mutatjuk be, ez a Piac utcai bicikliút. Itt vagyunk az Apolló mozinál, nagyon jó filmek vannak. Egyébként az Apolló mozis Fejér Tamás is nagy bringás, teszem hozzá. Volt, hogy bevittem a biciklimet a Apollóba. De az titok. Na, van itt egy jó kis objektum, ilyen kocsordias kifejezéssel, objektum, ami nekem a nagy kedvencem, nagyon keveset tudok róla, ez pedig a bicikli számláló. Megszámlálja a bicikliseket, kíváncsi vagyok, hogy most mennyien lesznek. Megnézzük, megmutatjuk, hogy jelen pillanatban ez hogy áll. Én nagyon keveset tudok, hogy kitette oda, ki ellenőrzi, hova futnak be az adatok, de mindig, mikor elmegyek, lelassítok, és akkor megnézem, hogy hanyadik vagyok ezen a napon. Úgyhogy irány a Piac utca, a bicikli út egyébként, hogy tele van gyalogosokkal. De hát, jövünk. Majd ledudáljuk őket. Nem csengetek. Soha nem csengetek. Jó. Menjünk. Jó. Beállunk a kijelölt sávba, és akkor lóra! Na hát azért még a hónyomokban, ami mikor leesett a hó, akkor hát nagyon megtizelődtek a nagyon, hogy mondják ezt meg, tizező? Tisztelő? Tizedelő. Nagyon kevés lett a biciklis akkor hirtelen, én aznap is bringáztam. Igen, zöld a lámpa. Ja, Istenem, ezt szeretem, mert ez nagyon gyakran zöld. Egyébként, ha megfigyeljtek, nagyon sokan mennek át pirosba, mert az Arany János felül kicsi a forgalom, nem szabad ilyet csinálni. Szerintem indokolatlan ez a lámpa ide. El kellene mind a Nyíl utcára, nem? Valahova. Na, mélyikbe. Vagy a Hatházi, 38 elé. De hadd legyen lámpa, az szeretem. Na, szóval azt mondod, hogy 9-es? Nézzük meg, hátra van benne 9-es szám. Hát én a mai napra tippelek 400 biciklist, hoppá, eldőlt a... És csak? Nem baj? Húzz vissza. Hoppá, gyere vissza apához. Nem baj, majd úgy forgatom, hogy... Aha. Szóval én a mai napra tippelek olyan 290 embert, egész évre meg egy olyan 800 ezret. Jó. Jó? Hogy, azt is írja, hogy egész évben azt is írja. Azt hiszem, igen. Aha. Hol van ez a... Bicikli számláló? Igen. Ott van, egy kicsit lejjebb, látod? Ez a... Nem szoktad figyelni, hogy... Én nem. Én mindig. Ez a járdán van, vagy az úttestet? Itt ez a doboz, itt, jobb kéz felül. Ez? Mhm. Uh-huh. És ebben rá van írva, azért, hogy... Aha, most meg is állunk, jó? Jó. 511 a mai nap. Ja, hogy ez? Igen. Ja, ez azt nem... hittem, hogy az a... Arról... Nem. 782.704 ebben az évben. Aha. Ennyi kerékpáros van megszámolva. Aki csak ugye ezen a... Van, aki sose jön erre. Csak a kertségekbe bringázik, az belesül is számolva. És akkor most, hogyha átmenjünk, akkor 510... Várjál, menjél elébb te. Jó, 14. Igen. És... 515. Én még erre is megyek haza. Hát igen, itt a... Eddig a gyalogosok voltak szabálytalanok, most mi vagyunk szabálytalanok, mert itt megyünk, hát ez nem kijelölt bicikliút, de most csak a forgatás kedvéért mutatjuk, hogy itt nem szabad menni, mert... Megmutatjuk, hogy nem szabad menni. Így sosem. Futár, hölgyek, futárurak is inkább menjenek az úttesten. Jaj, Zámbó Jimmy-nek kell. Az. Neki volt biciklija szerinted? Nem, több volt neki, mint nekünk. Imrének. Aranyozott. Igen. Na hát remélem, hogy Jimmy-ért nem kell jogdíjat fizetni. Megnézzük a jégpályát is, megmutatjuk a nem debrecenieknek. Lehet, hogy le kéne menni az úttestre, ahol szabad menni. Igen. Hát tulajdonképpen ott szabad. Nem lehet, hogy minden másik hangszóróból, mondjuk ez egyben Jetrottál, másikban Zámbó Jimmy. Mai nap, amikor felébredtem, nem gondoltam, hogy Zámbó Jimmy-t fog hallani, de hát... Tehát én a szamos mellett nőttem fel, és amikor jól befagyott a szamos, és esett egy kis hó, akkor lementünk biciklivel. Persze tudtuk, hogy hol vannak a lékek, és akkor ott nagy fékezés. Iszonyat a lékek? Lékekbe? Nem, azt kikerültük. Csak ahogy egy kis friss porró leesett a szamosra, befékeztél, hát mindenki elesett. Egyszer, kétszer, háromszor, de senkinek nem tört el semmilyen. Úgy a legjobb megtanulni esni.
Hát meg falun azért nem volt baleset is sebészet, tehát az macerás volt egy kis törés. Ja. Na én most így leszálltam hivatalosan, mert itt vagyunk a jeges medvénél. Én is. Úgyhogy... Hát a legkisebb lányom mondta, hogy miért nem zebrákat tesznek ide, az is téli állat, hiszen... Ott a zebra... Ja, igen. Szóval jók ezek a jeges medvék, van rajta hó, és itt tél van mindenféleképpen, de hát várjuk, amikor meg még nagyobb tél lesz. És akkor majd ott is nagyokat bringázunk. Nem látunk sok kerékpárost egyéb iránt, valóban, de mi kell a télhez? Egy meleg kesztyű, ilyen kicsit kopott, össze is lehet csiptetni, és ennyi. Ha nagyon hideg van, fúj a szél, akkor egy sapkát felveszünk, vagy egy valamit az arcunkra is teszünk, aztán lehet hasítani, és nem kellene félni a hidegtől. Egyéb iránt, most gondolkoztam, mert van egy hölgyismerősöm, aki mondta, hogy ő biciklizne, csak félne, hogy felfázik, és nem tudom, hogy van olyan szerkezet, ha van, akkor azt írjátok meg nekünk, ami ilyen, hát mondjuk... Hölgy melegítő. De én is használnám, tehát mondjuk két darab kétás ceruzellemmel működne, ráteszed a biciklire, mint egy ilyen védőhúzatot, bekapcsolod és melegíti a popsidat. Nem? Az tök jó lenne, mert ez az egy probléma, hogy hideg a nyereg. Nem ártana valamilyen. Lehetne rá pálinkát is locsai, de nem, azt érdemesebb másról. Tehát ezt kellene így feltalálni a melegíthető bicikli ülést, és akkor azt gondolom, hogy semmi akadálya nincsen a téli biciklizésnek. Az lenne a legjobb, hogyha a dinamóval saját magunk termelnénk hozzá az áramot. Ez a legnagyobb környezetbarát? Annyira környezetbarátok vagyunk, hogy borzalom. Ilyen melegbe fújó. Igen, mert azért régen ki se tesztek ezzel a falon, hogy vitték a gázpalackot. Mondjuk ide, nézzük meg, hogy hova kéne fűteni. Vitték a gázpalackot a bicikli? Igen, de hát onnan már csak egy ugrás, hogy akkor igen. Életre kelted, és akkor igen. Valamit bütyközben. Igen, tehát egy ilyen bicikli melegítő, beállítod egy ilyen 28 fokra, ráülsz, le se akar az ember szállni róla. Mert ezt fel kellene találni, ha feltalálták elnézést, akkor támogassák a műsort. Bringa 365. Téli sport. A legjobb.